hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik, atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat, békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony, mondom néked, nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Zs Öljük csak le mindet, magadért vagy másokért nem számít, de ömöljön a vér! Hangzik a felszólítás még a metál hőskorából. Valóban jó állandóan a gyilkosságot emlegetni? Vérre szomjazni? Ne ölj! Mondja a tíz parancsolat, és ezzel óvni szeretné az emberi életet. Ja, hát igen, én tulajdonképpen jó ember vagyok. Nem vagyok gyilkos. Ja, a börtön meg tele van ártatlan emberekkel, ugye? Nyugtatgatjuk magunkat újra és újra. És mint a farizeusok elkezdünk a jogban kombinálni, hogy hát a gyilkosságnál voltak-e tanúk? Ha igen, hányan? Megbízhatók? Na és az indítékok? Féltékenység? Esetleg irítség? Valamilyen indulat? Volt az áldozatnak ellensége? Rossz A gyilkost esetleg figyelmeztették tettére? Nem szabad, na, na. Aztán a végére kisütjük, hogy gondatlanságból, meg hirtelen felindulásból, meg hosszú évekig érlelt és előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosságról van szó. Mert a bosszú hidegen tálalva jó. Ami megváltunk, különlegesen gondolkodik mindig a gyökerénél ragadja meg a problémát, ezért ás olyan mélyre a tíz parancsolatban is. Nem olyan egyszerű képipálni azt, hogy nem vagyok gyilkos, mint Hitler, meg Stalin, meg Mao, meg Charles Manson, meg ki tudja ki. Jézus túlmutat az igazságszolgáltatáson. Rámutat a szívben táplált haragra és gyűlöletre, mely mindenkit magával sodorhat. És már sorolja is azokat a megnyilvánulásokat, amelyek felfedik a sötét indulatokat bennünk. Ráka, az az ostoba, buta, bunkó, gyenge, elmélyű, szefós, idióta, hülye. Na ennek is elmentek otthonról, és még sorolhatnánk. Találékony nép a magyar, ha a másik eszének becsmérléséről van szó. Na meg aztán a móre, azaz bolond, süsű, sü, gyúgyú, bár a zsidó nyelvben a bolond inkább azt jelentette, ha valaki nem hisz Istenben. Ateista. Ellene lázad. Elhagyja a hitet. Hát akkor elég sok bolond szaladgál körülöttünk. És rendesen záporoznak és az árkokat szakadékkal mélyítő jelzők. Szidalmak. Keresetlen. Csak mondom, tényfeltárások, a másik szívének, jellemének besmérlése rendjén. Dögöljön meg mind! Nem csoda, hogy urunk azt mondja, bizony méltók vagyunk az ítéletre. János Apostol pedig sommásan kijelenti, aki gyűlöli testvérét, az embergyilkos, és nincs kivétel. Nem lehet béke az emberek, nemzetek, országok, fajok között, mert nincs bennünk béke és elintézetlen ügyeink ebben a tekintetben csak szaporodnak. A békét meg kell szereznünk, mégpedig Jézus Krisztustól. Ő adja nekünk, ő a békesség prototípusa. Ajaj, mit is tett Jézus? Meggyógyította a katona fülét, amit Péter heveskedésen miatt gyorsan levágott amikor Jézust elfogták. A kereszten haldoklás közben indulatok fröcsögő áradatában fürödve imádkozott ellenségeiért. És igen, visszafogadta az őt megtagadó bűnét bánó Pétert. Krisztus tudja igazán, mi a békesség. Ő általa békélhetünk meg Istennel, magunkkal, és igen, igen, egymással is. Pont ezért mondja, inkább nem menj addig Isten tiszteletre, vagy egyenesen hajd ott a csapot és a papot is, hogyha eszedbe jut, van valahol egy haragosod, aki panaszkodik rád, aki ellen vétettél, békülj meg vele azonnal, mondja Jézus. És ez sürgős, halasztást nem tűrő dolog. Nem lehet egyetlen kifogásod sem. Vagy adóságod add meg még ma ellenségednek is. És jól jegyezd meg, nem a bosszúval tartozol neki, hanem a szeretettel. Az irgalmas samaritánus példázata is erre tanít. Sőt, azt is olvasuk a Bibliában, ne menjen le a nap a te haragoddal, mert megmérgez, neked lesz álmatlan éjszakád, a te békességed megy rá, tisztítsd ki a haragot a szívedből, tedd meg azonnal, békéj meg a másikkal, és Isten megáld. Amen.